ügyvédek bevonatkozásán. Én azt gondolom, hogy nem fogunk elárulni a titkot, és nem is szeretnénk húzni az ideiget. 2010-ben a Tiszavasvári fejlődésnek indult. Ezt mindannyian látják és tudják, akik itt élnek. Mindig ezt az utat szeretnénk, a tisztesség, a becsület és a sikerültséget folytatni Dr. Fülöp Erikkel. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatónk alkalmából. Kérem, engedjék meg, hogy én is külön köszönthessem a sajtó jelenlévő képviselőit. Engedjék meg, hogy bemutatkozhassam. Dr. Fülöp Erik vagyok, tiszavasvári polgármestere. A választópolgárok megtiszteltek azzal, hogy 2010-től tölthetem be ezt a tisztséget, és 2012-ben az időközi önkormányzati választáson újra a támogatásokról biztosítottak, és a Jobbikos vezetéssel képviselőtestületünk intézte Tiszavasvári város vezetésének minden problémáját. Én azt hiszem, hogy őszintén beszélhetek, nagyon nehéz feladat elé állított 2010-ben a sors, amikor átvehettem Tiszavasvári városának irányítását. Számos problémával és nehézséggel kellett megküzdenünk. Talán a legnehezebb kihívást az jelentette, hogy az előző képviselőtestületek által felvett hatalmas hitelállományt, adósságállományt kezelnünk kellett. Engem hatalmas büszkeséggel és örömmel töltött el az, hogy polgármesteri ciklusom minden évében nyereséges volt városunk gazdálkodása. Sikerült kezelnünk azt a hatalmas adósságállományt, amelyet ránk hagytak. Sikerült azt a hatalmas hitelösszeget apránként visszafizetni, amelyet az előző ciklusokban felvettek és Tiszavasvárira terheltek. Mindemellett én azt hiszem, hogy ilyen nehéz helyzetben is megálltuk a helyünket. Tisztességgel és becsülettel bizonyítottuk azt, hogy alkalmasak vagyunk egy ekkora településnek, egy ekkora városnak a vezetésére. És úgy érzem, hogy számos sikert érhettünk el közösen, jó magam és a képviselőtestület segítségével. A legbüszkébb talán arra vagyok, hogy ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben felülkerekedtünk a problémáinkon. Munkahelyeket sikerült teremteni, ami a mai világban azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nehéz kihívás. Ezzel megküzdöttünk a járműszerelvénygyártó ZRT Tiszavasváriban történő beruházásával. Nagyon-nagyon sok, elsősorban tiszavasvári szakképzett fiatalnak tudtunk munkát és biztos megélhetést nyújtani. A járműszerelvénygyártó ZRT első és második üteme elkészült, a gyár újabb beruházásokat tervez, és örömmel jelenthetem be, hogy 2015-re, ha tervünknek megfelelően alakulnak, akkor mintegy 150 elsősorban helybeli és környékbeli fiatalnak tudunk biztos megélhetést nyújtani. Mindemellett azt hiszem, hogy nagyon szép sikereket érhettünk el más egyéb területeken is. A legbüszkébb talán arra vagyok, hogy az elmúlt két évtizednek a legnagyobb fejlesztését értük el a Tiszavasvári strandfürdő területén. Helyi vállalkozóknak a bevonásával mindegy 200 millió forintos fejlesztést tudtunk elérni az utóbbi két évben. Új medencék építésével, kiszolgáló helyiségek építésével, családbarát környezet megteremtésével elértük azt, hogy az elmúlt két évben megduplázódott a strandnak a látogató száma, és az idei évben a sikertörténet a csúcsra ért, és mintegy 50 ezer látogató nézte meg, szórakozott a Tiszavasvári strandfürdő területén. Azt hiszem, hogy a pályázati kihívásokkal is sikerrel tudtunk megküzdeni, jelentős eredményeket értünk el. A Fülemüle óvodánkat jelentős állami támogatással tudtuk külsőleg és belsőleg is felújítani gyermekes szülőknek a nagy örömére. Emellett az elmúlt másfél évtizednek talán a legsúlyosabb és legégetőbb problémáját tudtuk kezelni, akkor, amikor jelentős, több mint 160 millió forint összegű támogatást nyert Tiszavasvári városa a belvízhelyzetnek a rendezésére. Ezáltal én úgy gondolom, hogy az elmúlt éveknek az egyik legjelentősebb problémáját tudjuk most végérvényesen megoldani. A pályázat elkészült, a belvíz rekonstrukció pedig hamarosan átadásra került. Mindemellett büszkeséggel tölt el, hogy az önkormányzati intézményeink, önkormányzati gazdasági társaságaink, helyi civil szervezetek is szépen vették a pályázati kihívásokat, megfeleltek ezeknek a kihívásoknak. Jelentős támogatási összeget tudtunk elérni az ifjúsági táborunk fejlesztésére. Jelentős támogatási összegből
valósult meg a városi piacunknak a rekonstrukciója és lefedése. Nagy örömmel tölt el, hogy az egyik helyi civil szervezetünk egy új közreműködésével, egy új uniós színvonalnak megfelelő játszóteret tudtunk átadni a lakótelepen az ott élő családok, kisgyermekes családoknak a nagy örömére. Tiszavasvári Városképviselő Testülete az idei évben eldöntötte, hosszas előkészítő munkálatokat követően, hogy a cigány-magyar együttélésnek a rendezése érdekében egy átfogó cselekvési tervet dolgoz ki. Ezeknek az első sikereiről én azt hiszem, hogy már beszámolhatunk. Még a tavalyi évben döntöttünk úgy, hogy a lakosság biztonságérzetének a javítása érdekében kamerarendszer hálózatot építünk ki településünkön. Ez a kamerarendszer hálózat már most 10 kamerával üzemel, és a jövő évben én bízom benne, hogy teljes közigazgatási területünket le tudjuk fedni, és így már minden tiszavasvári választópolgár, minden tiszavasvári állampolgár nyugodtan hajthatja éjszaka áramra a fejét. Én azt hiszem, hogy ezek a sikerek, ezek az örömteli sikerek önmagukért beszélnek. Mindez azt bizonyítja, hogy mind 2010-ben, mind pedig 2012-ben a tiszavasvári választópolgárok jó döntést hoztak, amikor megbíztak bennünket, a Jobbikos vezetésű önkormányzatot, a Jobbikos vezetésű képviselőtestületet, hogy mi járjunk a tisztesség útján tovább. Bízom benne, hogy ezek a sikerek azt mutathatják a jövőre nézve, hogy továbbra is bizalmat kell szavazni a Jobbikos képviselőtestületnek, nyugodtan ránk bízhatják az életüket, és biztos vagyok benne, hogy tiszavasvári városáért közösen együttműködve, tiszta szívvel és erős akarattal még nagyobb sikereket fogunk tudni elérni. Köszönöm. Én is köszönöm, és akkor kérem, hogy mutassa be a képviselőjelölteket. Tiszavasvári város egyes számú választókörzetében Szabó Zoltánné Toma Marika. Megválasztásával a bűvi városrész felvilágoztatásán dolgozik majd. Egy gyermekeink, unokáink számára is élhető város szeretne összefogással. A kettes számú választókörzetben Szabó Krisztián indul. Pankó Kálmán Műszaki Főiskola villamosmérnöki karán szerezte diplomáját, jelenleg családjával három kisgyermek büszke apukájaként szülővárosában, Tiszavasváriban él. Képviselőként büszke arra, hogy részt vehetett a kamerarendszer kiépítésében és a rendőrséggel történő szoros kapcsolat kialakításában. A Szociális és Humán Bizottságban részt vett a cigány-magyar együttélés alapjaiban megváltoztató cselekvési terv elkészítésében. Az elkövetkezendő években ennek megvalósítását tűzte egyik legfőbb céljának. A hármas számú választókerületben a képviselő jelöltünk Mészáros László Évita. Közgazdászként és mérleképes megtelőként tevékenykedik, nagy hivatástudattal és elszántsággal dolgozik, és hiszi, hogy a jó erkölcs és a jó gazdálkodás elvét képviselve segítheti a városvezetés megkezdett munkáját. Az elmúlt két évben Tiszavasvári Város Önkormányzata a pénzügyi és ügyrendi bizottságának elnökeként dolgozott, de sokan ismerhetik jótékonysági akciói kapcsán is. A város pénzügyi stabilitásának megőrzésén túl nagy földterületeket, újabb parkokat, játszótereket szeretne Tiszavasváriban, valamint a kamerarendszer kiterjesztését és a közvilágítás további javítását. A négyes számú választókerületben Kovácsné Nagy Julika. Közéletre nyitott nyugdíjasként élt Tiszavasváriban, aktív idejében a helyi szociális otthon gondozójaként dolgozott, ahova heti rendszerességgel ma is visszajár.
pénzügyi szakember, újságíró és büszke 23 éves természetgyógyász múltjára. Egykori gazdasági felügyelőként elismeri azt a munkát, amit a képviselőtestület az elmúlt években végzett, és hiszi, hogy a megkezdett út az egyetlen, járható és tisztességes lehetőség Tiszamasvári felemelkedésében. Képviselőként eddig is szívvel élekkel végezte munkáját, ezután is ezt teszi majd, hogy bizalmukkal megszavazzák. Az 5-ös számú választókörzetben Cselényi Tintó képviselőjelöltnek. Júzik 2013-ban végzett a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán gazdálkodási mérnök és menedzsment szakon. Jelenleg a gyári lakótelep házi orvosi rendelőjében dolgozik asszisztensként. 2012-től tagja Tiszamasvári város vezetésének. Büszke arra, hogy egy csapatunk eredményeképpen három körzethatárnak Kirizsi, Kossuth ifjúságunk sarkán megvalósul a gyalogátkelőhely, részese volt a cselekvési terv kidolgozásának, amely a város lakóinak együttélését megkönnyíti majd, és fiatalként ismeri korosztálya legégetőbb problémáját, az elvándorlás. Célja, hogy felnőhessen egy olyan generáció, aki lokálpatriótaként tesz és tenni kész Tiszamasváriért. 6-os számú választókerületben a Sikosi Dorka. Gyermekkora óta élt Tiszamasváriban, Hajdúköszörményben szerezte óvodapedagógusi, később a Besenyei György tanárképző főiskolán pedagógusi diplomáját. Jelenleg az Egységúti óvodában gondozza a tiszamasvári gyermekeket. Alpolgármesterként nem hiszi, hogy egy várost az elefántcsontoronyból kell irányítani, és ennek tudatában tevékenykedik, megmaradva egynek a tiszamasváriak között. Tudja, hogy az egyéni gondok megoldásának legfontosabb feltétele, hogy stabil legyen a város gazdasága, ne engedjük elhátálni a közpénzeket, létesüljenek új munkahelyek, hogy aztán családunk, gyermekeink jövője biztosítva lássuk. Ezért szeretne dolgozni a következő években. A 7-es számú választókerületben a jelöltünk Császár József. József 17 éve segíti a város életét, 8 éve kemény ellenzékén, 7 éve alpolgármesterként. Büszke arra, hogy nevéhez kötődnek olyan fejlesztések, mint például a Belvíz beruházás elindítása, a Tibaszol Kft. Eladásának meglátolása és nyereségesítétele, közbenjárásával kezdődött el a strandon a fizikoterápia, vagy a piac és az ifjúsági tábor fejlesztése. Mégis arra a legbüszkébb, hogy a korrupciótól nem zsebő városunk a tisztesség és becsület útjára lépett. Megválasztása esetén ezután is ezt az eszmét fogja követni, teljes erejével és tehetségével Tiszamasvári érdekeit fogja szolgálni. 8-as számú körzetben a jelöltünk dr. Bolykó László. László a Lemberg Sportegyetemen szerezte első diplomáját, majd az Észtországi Tartó Állami Egyetemen orvosi karándi doktorált. A Tatabányai Megyei Kórház Szülészeti Osztályán kezdte pályafutását, jelenleg háziorvosként dolgozik a lakótelepi házi orvosi rendelőben. 2010-től aktív tagja a Jobbiknak, miután Tiszamasváriban olyan törekvések és sikerek szemtanúja volt, amelyeket látva csatlakozott a tisztesség útjához, hiszen Tiszamasvári jövőjét ebben látja. Köszönöm szépen! Tisztelt jelenlévők, kedves tiszavasvári választópolgárok, kérem engedjék meg, hogy először is megköszönhessem azt a sok-sok támogatást, jó kívánságot és biztatást, amelyet az elmúlt 4 évben polgármesteri tisztségem alatt jó magam és a képviselőtestületünk tagjai kaptak Önöktől. Az elmúlt percekben bemutatásra került minden olyan jelölt, amely a Jobbik Magyarországért Mozgalom tiszavasvári alapszervezete által induló szálharcba 2014-es önkormányzati választások alkalmával. Szeretném hangsúlyozni, hogy csak egy erős és egységes képviselőtestület lehet az, amely sikereket érhet el, és jó magam szempontjából, a város élete szempontjából is rendkívül fontos az, hogy egy olyan képviselőtestület irányíthassa a jövőben is Tiszavasvárit, amely többségben van, és képes és hajlandó együttműködni, együtt dolgozni Tiszavasvári jövője érdekében. Éppen ezért kérem Önöket, hogy ha úgy gondolják, hogy az az út,
amelyet megkezdtünk 2010-ben. A tisztesség útja a célra vezető és a helyes és az egyetlen út Tiszavasvári életében, akkor támogassanak szavazatukkal engem is és képviselőjelöltjeinket 2014. október 12-én tartandó választáson. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you.